Köszöntöm nézőinket, mai vendégünk Bóni Tünde, független bába. Találkozásunk pedig nem véletlen, hiszen az év női példaképen Baranyában címnek a nyertese lehet, melyet a Pécsi Mami indított el. Köszöntelek nagy szeretettel, Tünde, ebben a kis millióban, ahová legtöbbször el szoktuk jönni a Csorba Győző könyvtárba. Az évnői példaként, amikor beneveznek egy-egy ilyen eseménybe, vagy saját maga jelentkezik az illető, mert úgy érzi a feltételeknek abszolút megfelel, vagy pedig mások neveztetik be. Nálad ez hogy történt? Én kaptam egy telefonhívást, amin nagyon meglepődtem, hogy engem egy édesanyja nevezett be erre a díjra. Egy olyan édesanyja, akinek a kisbabája a mi kísérésünkben született. És hát ez egy nagyon megtisztelő és megható érzés volt egyben. És a telefon végén lévő Pécsi Mami munkatárs azt mondta, hogy ha elfogadom ezt a jelölést, akkor szeretné, hogyha pár mondatban megfogalmaznám a hivatásom és a családi életem közötti kapcsolódást, és ezzel indult a díjnak a... Tehát ezzel indult az a folyamat, amire a családok szavazatai alapján lehetett a díjat megkapni. Most ez így kicsit magyartalanul. És aztán így egy héten keresztül az online térben mehetett ez a szavazás. Nem gondoltam, hogy én ennek a díjnak a várományosa lehettek. Én azt éreztem, hogy már ennek az édesanyának az a gondolata, az az inspirációja, hogy egyáltalán nevezett erre a díjra, hogy ez nekem egy ilyen nagyon szép érzés is, hogy én ezzel így nagyon elégedett tudok lenni. Úgyhogy én úgy éltem tovább az életemet is. Gyerekes anyuka vagy, és ugye fontos az, hogy valaki ebben a benevezés alkalmával vagy a család életében is maximálisan megállja a helyét a hivatásában is, és akkor ugye hát legyenek, akik inspirálják, biztatják erre a történetre. Most pont a hivatásodból kifolyólag, ugye akkor abszolút tisztában vagy azzal, hogy mi az gyermeket világra hozni. Nem egyszerű dolog, és vannak különféle lehetőségek, van, akik a kórházban szülést támogatják, van, akik szeretik, ha otthon történik mindez, és nagyon bíznak egy szülésznőben, egy dúlában, vagy egy nevező bábának. Nálad nagyon érdekes a dolog, mert független bába vagy. Ez mennyiben jelent mást, mondjuk, mint egy szülésznő? Ez azt jelenti, hogy megvan az állami szülésznői végzettsége, tehát megvan ez a diplomám, amit egy szülésznőnek, amivel egy szülésznőnek kell rendelkeznie. Ehhez tisztában kell lennem a kórházi szakmai protokollokkal és az ottani működéssel, de ez a tudás kevés lenne ahhoz, hogy én merjek egy otthon szülésbe kimenni. Ahhoz külön egy bába képzőt kellett elvégeznem, ami jelen pillanatban államilag nem elismert és nem hivatalos képzés, hanem egy életszerű képzés volt, amit dr. Geréb Ágnes indított el, és ez egy éveken át tartó kapcsolódás, egy éveken át tartó tanulási folyamat volt, amiben a mesterbábákkal járhattam el otthonszülésekhez, és folyamatos tapasztalással és a tudás átvételével ők döntötték el, a Király Ágnes volt a másik mesterbábám, ők tudták eldönteni, hogy mikor van az a pont, amikor én felelősséggel szakemberként kísérhetek egy otthoni szülést. Az otthon szülésnek egyébként külföldön teljesen elfogadott alapjai vannak. Nálunk Magyarországon 2011-től van törvényi szabályozás ennek a választhatóságára, tehát legálisan választhatja egy család az otthonszülést, mi pedig szakemberként legálisan a szakmai tudásunkkal és az eszköztárunkkal fölvértezve kísérhetjük egy kisbaba érkezését. A szakmai protokollokban van eltérés a kórházi protokollokhoz képest. Tehát ez egy nagy különbség, a kapcsolódás mikéntje, hogy egy sokkal személyesebb kapcsolódás a családa, hiszen mi egyszerre egy szülésnél vagyunk, és egyszerre egy szülést kísérünk, és figyelünk, és érzékelünk. Tehát nem egyedül vagyok, nem, hanem van. Nem.
Mindig minimum ketten vagyunk, bábatársammal kísérjük a szülést, és hát most ez egy nagyon szép dolog, mert most nekünk is van bábatanoncunk. Tehát most már mi tanítunk egy következő generációt, és így most legtöbbször hárman szoktunk a szüléshez érkezni, attól függ, hogy a család megengedi a bábatanonc jelenlétét, vagy sem. Van-e olyan megkötés, olyan meghatározottság, hogy milyen egészségállapotban lévő kismamát szabad felvállalnotok? Igen. Mert azért vannak a veszélyeztetett terhes mamák, akik lehet, hogy nagyon-nagyon szeretnének otthon szülni és bábát fogadni, minden, de valami lehet, hogy mégsem szabad. Hogy oszlik ez meg? A törvényi szabályozás konkrétan kitér arra, hogy ki az, aki otthon szülhet. Otthon csak is egészséges várandós nő, várhatóan egészséges kisbabája születhet. Az egészségi állapot konkrét meghatározó tényezői bizonyos vizsgálatok, bizonyos egészségügyi leletek, eredmények birtokában lehet otthon szülni, és meg van határozva az édesanyja életkora is, tehát ez így egy teljesen feketén-fehéren leírt szabályozás. A kora, életkora mit jelent a ti esetetekben? Az első kisbabánál, tehát az első kisbabát váró édesanyának legalább 18 és maximum 40 évesnek lehet lennie. Többedik kisbaba esetén nincsen életkori szabályozás. Akkor derül ki minden, amikor az a gyermek kezd ugye, kibújni, világra jönni, és mondjuk teljesen szépen minden lezajlott. De mi van, ha ti nem tudtok róla, hogy bármi komplikáció ugye, előfordulhat, egy köldökzsinór, ami esetleg bentekeredik rá a babára. Mit tudtok ti ilyenkor tenni a váratlan helyzetekkel? A váratlan helyzetekre egyrészt eszközbélileg föl vagyunk készülve, tehát egy nagyon nagy eszköztárat viszünk mindig magunkkal. Az eszköztárat tudni kell használni is, rendszeres továbbképzéseken kell részünk. Például a törvény elő is írja, hogy 2 évente újszülött újraélesztő tanfolyamon kell sikeres vizsgát tennünk. Ezt általában a Cserny mentőnél szoktuk elvégezni, ez egy 2 napos tanfolyam, ahol ambun kell a gyakorlati képességet egy szituációs helyzetben megmutatni. Az egy nagyon-nagyon fontos abban, amit kérdeztél, hogy a legtöbb komplikációnak van előszobája. És a bábai protokollnak az az egyik legfontosabb vonulata, hogy nem végzünk olyan beavatkozásokat, amik mellékhatással, vagyis komplikációval járhatnak. Ilyen például a szülés mesterséges sürgetése. Azokat a beavatkozásokat, amik komplikációval járhatnak, azokat csakis kórházi körülmények között műtéti háttérrel, orvosi kompetenciával, bíró szakszemélyzettel lehet elvégezni. Tehát az a fajta szülésmenet, amivel mi találkozunk, abból eleve kizáródnak a betegséggel bíró várandós nők, és kizárjuk azokat a lehetőségeket, ami komplikációkat okoznának. Természetesen fölmerülhet váratlan helyzet, de a nemzetközi és a hazai statisztika alapján ennek nagyon-nagyon minimális az esélye. Ebben a helyzetben rendelkezünk azzal a tudásbéli és tárgyi feltétellel, amivel a mentő kiérkezéséig biztosítani tudjuk az édesanyja és vagy a kisbaba ellátását, és ezért kell 2 szakembernek jelen lenni, hogy mind a 2 irányba tudjunk fókuszt biztosítani. A mi kompetenciánk teljes mértékben fedi az egészséges vajudás, egészséges szülés folyamatát, és olyan tehát folyamatos szakmai figyelemmel vagyunk jelen, például a kisbaba szívhangját szívhanghallgatóval hallgatjuk, ezt tudjuk értékelni, amivel észre tudjuk venni, hogyha a folyamat az egészséges mederből kitért. Ha a folyamat kitér az egészséges mederből, akkor a mi felelősségünk megállapítani, hogy ez egy olyan eltérés, amit a mi kompetenciánkon belül vissza tudunk támogatni, vagy van esély arra, hogy baj alakuljon ki. Ha van esély rá, akkor nem fogjuk megvárni otthon, hogy kialakuljon a baj, hanem akkor, amikor még
az előszobájában vagyunk a bajnak, akkor el fogunk menni mentővel a kórházba. Volt már erre eset, hogy a kórházba érkezvén még nem látszódott, hogy lesz baj, vagy nem lesz baj, csak azt tudtuk, hogy kibillent a folyamat az egészséges mederből, és már bent voltunk, amikor szükség volt az orvosi beavatkozásra. Tehát az esetek nagy részében nem arról szól az otthonszülés, hogy kockáztatnánk bárki épségét, egészségét, és rohanva, futva kellene menni a kórházba, hanem inkább bemegyünk akkor, amikor nem a megszokott, nem az egészséges zajlik. Volt már olyan is, hogy fölöslegesen mentünk be, de inkább azt választjuk. Fájdalommentes szülés is, nem azt mondom, hogy divatban van, de körülbelül legalább 40 éve biztos, hogy már létezik ez az epidurális, hogy a gerincbe adott fájdalomcsillapító. Ezt lehet nektek is otthon elvégezni mamáknál? Nem. Tehát akkor mindenről előre tájékoztatni kell az édesanyát, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, és utolsó pillanatban nem lehet már kérni, mert akkor ugye már más a helyzet. Az otthonszülésnek alapfeltétele egy nagyon-nagyon részletes informatív tanfolyam elvégzése. Mind az édesanyja, mind az édesapa részére. Nem lehet úgy otthon szülni, hogy tudatlanságból fakadó stresszben van a pár. Tehát muszáj minden információval rendelkezniük. Mi nem akarjuk, hogy sokan szüljenek otthon, mi azt szeretnénk, hogy az szülhessen otthon, akinek a belső biztonságérzetéből ez a kérés fakad, és akik ezt szeretnék, azoknak viszont készülniük kell rá. Tehát a párok tisztában vannak azzal, hogy gyógyszeres fájdalomcsillapításra nincs otthon lehetőség. Azzal is tisztában vannak, hogy a szülés során jelentkező fájdalomérzet az egy természetes, egészséges folyamat, és ha a pszichológia tudományát segítségül hívjuk, akkor rengeteg hozadéka, rengeteg pozitív hozadéka van ennek. Az interjúnk valószínű nem fogja engedni, hogy ezt részletesen elmeséljem, de hogyha egy pár tisztába kerül azzal, hogy mit nyerhet, ha az anya nem túléli, nem kibírja, hanem megéli a szülés folyamatát, hogy ez az ő anyai minőségét milyen stabilan fogja emelni, hogy ez mit fog jelenteni a kisbabájával való kapcsolatban, az elkövetkezőkben is, akkor ők kapnak egy nagyon fontos lelki muníciót. Tehát a szülészet és a pszichológia tudománya között még azt gondolom, hogy nagyon sok kapcsolódási lehetőség van, amit remélem, hogy az elkövetkező időkben valóra válik, mert hogy a szülészeti fájdalom, vagy a szülés alatti fájdalom élményről nagyon kevés és nagyon sok fals információ van a köztudatban. Tehát ez az egyik, amit a pároknak elmondunk, és amikre fölkészítjük őket, hogy milyen ajándéka van ennek a megélési folyamatnak, de természetesen bármikor bárki meggondolhatná magát az otthon szülése alatt, és mondhatná azt, hogy ő szeretne epidurális fájdalomcsillapítást, akkor azért mennénk be a kórházba. Tehát mindig az anya dönt. Jelenleg az ELTE pszichológiai tanszékének a vezetője, dr. Varga Katalin, aki nagyon fontosnak érzi a szülés, születés témájával való foglalkozást, remek könyvei és előadásai találhatók meg akár az interneten is. Ő írt egy könyvet Suhai Hodász Gáborral együtt, amiben különböző vizsgálatokat összegeznek. Budapesti nők körében végzett, tehát korunkban végzett tudományos, kutatási paramétereknek megfelelő vizsgálattal azt az eredményt kapták, hogy a szülést átélt nők nem a természetes folyamatokból fakadó fájdalmat élték meg magas fájdalmi skálán, hanem a beavatkozások okozta fájdalmat. És ha ezt hozzátesszük Marsden Wagner professzor kutatási eredményét, aki a WHO egészségügyi szervezetének, a szülészeti részlegének a vezetője volt évekig, ő pedig megalapította, vagy megalkotta a beavatkozási kaszkád jelenség fogalmát, amiben azt írja le, hogy ha a vajudás során bármilyen beavatkozást teszünk, ez lehet csak annyi, hogy egy nem releváns, nem a szüléshez kapcsolódó, nem odavaló kérdéssel kibillentjük az anyát a folyamatából, ha kéretlenül érintjük meg, hogy olyan beavatkozást végzünk rajta, ami
amire ő nincs fölkészülve, és amiben nem tud jól beleengedődni. Tehát ha ezt mind összevesszük, akkor kimondható azt, hogy a szülésből kibillentett nő a fájdalom élményt szubjektíven egyre magasabb szinten fogja megélni. Tehát ha beavatkozásokkal tüzdeljük meg a folyamatot, akkor az anyát egyre inkább eltoljuk abba az irányba, amiben ő gyógyszeres fájdalomcsillapításért fog esdekelni. Ez is egy nagyon fontos, hogy a bábai protokollban tudjuk, hogy mik azok a kommunikációs, támogató lehetőségek, amivel ott tudjuk tartani a nőt a saját erejénél, és soha nem szoktuk visszajelzésként soha nem szoktuk azt kapni, hogy valakinek a szülés alatti fájdalom élmény negatív felhangot kapna. Egy katartikus élményhez szokott vezetni, és a múltkor is egy édesanya teljes eufóriában azt mondogatta a kisbabájával a karján, hogy megcsináltam, hogy én kiszültem ezt a kisbabát, hogy én képes vagyok. És ez egy hatalmas adománya a szülés megélésének és nem kibírásának, hogy egy nő megérzi az ő anyai erejét, az ő női képességét, és ha fölvérteződik ezzel a csodálatos belső erővel, ezzel tovább menni a gyermekével a közös úton egy egész más anyai minőséget fog kapni. Neked így módon hány kisbabád van? 2 nagy babám. Saját baba, de összességében. Ja, hogy hány gyermeket kísértem? Igen. Jó, igen. Mert nekem 2 gyermekem van. Igen. Soha nem számolom. Ez az én nagy hiányosságom, de azt gondolom, hogy valahol 500 és 1000 kisbaba születése körül van a realitás, akiket én kísérhettem. Ez fantasztikus. Nagyon szép. Egyszerűen összefoghatatlan, komolyan és gratulálok. Tehát nagyon köszönöm, én meg hálás vagyok az életemnek, a Jóistennek, hogy ezt az utat kaphatom, mert nagyon-nagyon helyemen érzem magam benne, és nagyon-nagyon nagy örömmel végzem ezt a hivatást. És nagyon hálás vagyok, hogy tényleg, amikor azt mondják, hogy milyen jó, ha valakinek a hobbija a hivatását, hát most nem feltétlenül hobbinak nevezném, de hogy érzésben ez a... tényleg az, hogy az utamon lehetek, és folyamatosan azzal foglalkozhatok, ami a legeslegjobban érdekel a világon, ezért én nem győzök hálás lenni nap, mint nap. Megszólalni se lehet, komolyan fantasztikus dolgok ezek. Az otthon szülést választók esetében a párok mennyire szeretik, hogyha apás a szülés? Tehát mennyire vannak mindig ott az édesapák is, mert nem hiszem, hogy törvényszerű, de mennyire kíváncsiak ilyenkor, mennyire vágyik arra az anyuka, hogy ott legyen az apuka is, mennyire tudnak megegyezni ebben, mert lehet, hogy nagyon nagy az összhang, de apa annyira fél, meg félti a feleségét, meg van, aki egyszerűen a látványt nem tudja elviselni, és nem a imádja őket, de a látványt nem tudja. Tehát hogy van ez? Mi a tapasztalatod ezen a téren? Nagyon fontos szerepet kap a szülésre való fölkészülésben az apákra fordított figyelem. Én mindig elmondom az édesapáknak, hogy az ő szeretetük minősége nem abban mutatkozik meg, hogy a szülésnél jelen vannak vagy sem. Nem az a jó, ha egy apára ráhúzunk egy elvárást, hanem az a nagyon jó a szülés szempontjából, a fajúdó édesanyja szempontjából, hogy aki jelen van a szülésénél, önazonosan, őszintén jól van jelen. És ha az édesapa azt érzi, hogy ő nem tud ebben jól jelen lenni, akkor sokkal többet ad a párjának, hogyha kivonódik abból a térből, ahol vagyunk. Nagyon sokfajta megoldás van. Az egyik megoldás, hogy az édesapa előre tudja, hogy ő nem fog bírni jelen lenni, bár ez otthon szülésnél ritka, inkább ott az szokott lenni, hogy ott van, de tudja, hogy bármikor kimehet abból a helységből, ahol a párja vajudik, és nagyon sokszor ott ragad, mert behúzza őt a szülés, és tevékenyen, tevőlegesen részt tud venni, és az ő férfiúi határozott ténykedését, akár abból, hogy ide tesz, oda tesz valamit, akár abból, hogy masszírozza a párja derekát, vagy megtartja a párját, ugye
otthon szülésnél nem kell hanyatfekve lenni a vajudás és a kitalási szak alatt, hanem bármilyen pózban, nagyon sokszor az apa a megtartó erő. Tehát van, amikor így zajlik egy folyamat, olyan is van, amikor az apa úgy nagyon szeretne ott lenni, de közben azt érzi, hogy ez neki mégse annyira megy. Volt olyan, aki szólt, hogy ő most egy picit elmenne sétálni, és akkor összeszedte magát, és újra vissza tudott jönni. Volt olyan édesapa, aki azt mondta, hogy ő egyszerűen a kitolási szakot biztos nem szeretné látni, és kiment a másik helységbe, és olyan is van, amikor azt kéri az édesapa, hogy ő hadd legyen jelen, de neki semmit ne kelljen látni a felesége intim területéből, és akkor úgy szokott kinézni, hogy a kitolási szakba előre megbeszéljük, hogy akkor ő nézzen inkább a párjára, tehát nyilván ne fordítsa oda a tekintetét, ahol bújik ki a kisbaba, és az ő kérését tiszteletben tartva, amikor kibújik a kisbaba, akkor egy lepedővel letakarjuk az édesanyát úgy, hogy mi alá tudjunk kukucskálni, és tudjuk az anya folyamatát követni, az ő biztonságát folyamatosan biztosítani, és akkor az édesapa fesztelenül járkálhatott a párja és a kisgyermeke körül, mert nem kell neki látni, amit nem szeretne. Szóval többfajta megoldás van. Nem gondolom, hogy egy sablont rá kellene húznunk bárkire, akár az anyára, akár az apára. Ugye a régi világban a férfiak nem is voltak jelen a szülésnél. Most lett egy ilyen elvárás, hogy az igazi apa az bezzeg jelen van. Nem gondolom, egyiket sem jobbnak a másikánál. És még egy dolog eszembe jutott, hogy olyan is van, amikor az apa nagyon szeretne jelen lenni, és a párja a vajudás alatt azt érzi, hogy nem tud elengedődni, amíg a szobában ott van a férje. És akkor meg szoktuk kérni az édesapát, hogy vagy menjen át a másik szobába, vagy menjen el sétálni, vagy ha nagyon nehéz neki mozdulni, akkor megkérjük, hogy hozzon a boltból valamit. És akkor az neki egy feladat, egy program, érzi, hogy ő hasznos, hogy fontos, amit csinál, és nem csak úgy el kell mennie otthonról, és lehet látni, hogyha egy ilyen helyzet van, hogy az a szülés, ami nagyon nehezen halad, olyan kicsit olyan küzdelmes hangulatú, ahogy az édesapa kimegy a lakásból, egészen megváltozik az anyának a lelkülete, és elkezd tudni beleáramlani a szülésbe, és elkezdi tudni kihozni azt az arcát, amit a párja előtt nem mert. És van olyan, amikor az anya azt kéri, hogy ne hívjuk vissza az apát, és van olyan is, amikor azt mondja az anya, hogy még ne, na most jöhet be. És akkor onnantól már helye van a párnak. Olyan is volt, amikor az édesapa ki lett küldve pár órára, és aztán azt mondta az édesanyja, hogy most viszont szeretne kettesben lenni a párjával, és összeölelkőztek, és abban a szakaszban pedig már nagyon jó volt az, amit egymásnak tudtak adni. Az is egy nagyon szép közös élmény. Ugye itt nagyon fontos, alapvető és nyilvánvaló a higiénia. Amikor kibújik a kisbaba, meg kell fürdetni, meg kell fogni, kesztyűbe vannak, stb. Tehát az édesapa mikor léphet be, ha ő szeretné megfürdetni, vagy megfogni, hozzáérhet a babához? Hol van az a pont, amikor ő megfoghatja? Talán elképzelhető, hogy előbb az apa fogja meg a babát, és később kerül az anyához? Hogy történik ez? Milyen példák vannak? A szülésnél a higiénia az nem jelenti azt, hogy sterilnek kell lennie bárminek. Kórházi közegben természetesen igen, mert ott egy idegen környezetben sok nő sok váladékával fordul meg ugyanazon a helyen. Tehát ott nyilván kell sterilitás. Az otthoni környezetben az adott családba születő kisbaba abba a bakteriális környezetbe születik bele, amiben ő élni fog. Tehát neki az a saját közege lesz. Ráadásul az a nőnek a hüvelye az nem steril, nem is szabad, hogy steril legyen, mert a kisbaba a magzatvízben, a steril magzatvízből, a steril magzatburokból érkezve át kell, hogy haladjon az édesanya természetes baktériumflóráján, ez fogja bevonni az ő bőrét, a nyálkahártyáját, mindenét azzal a védőflórával, ami az ő családjának a bakteriális védőflórája. A baktériumokra szükségünk van, ha nem lennének a testünkben, egyébként több kilónyit hordozunk, ha nem lenne a testünkben és a testünk körül bakteriális védelem, akkor nem tudnánk életben maradni. Tehát otthon nem sterilizálunk. Amikor a kisbaba kibújik, természetesen
tiszta környezetbe érkezik, de nem tesszük őt le. Tehát nem kell egy steril felület, mert nem fogjuk őt letenni. Általában a mi kezünkbe érkezik a kisbaba bábák kezébe, kivéve, hogyha az édesanya az ösztönös módosult tudatállapotába nem kezd el oda nyúlni a szemérem réséhez, mert ha oda nyúl, akkor mi hagyjuk, hogy ő fogadja a kisbabáját. Ez nagyon ritkán fordul elő, hogy a kisbabát a saját édesanyja karjai fogadják rögvest. Ha nem így van, akkor a mi kezünkbe érkezik a kisbaba, és kisvártatva az édesanya ölébe, az édesanya mellkasára fog kerülni. Az édesapja bármikor megérintheti őt, de azt a tiszteletet meg kell adnunk egy szülő édesanyának, hogy ő az első. Ez ösztönösen fakad a nőkből. A legtöbb nőnek nagyon fontos, hogy ő lehessen az első, aki magára veszi a kisbabáját, és aztán már ők ott hárman egy egységben egymást simogatva, egymást ölelve, összebújva tudják tölteni az aranyórát, az első perceket, órákat. Még egy rövid kérdés, mert a kíváncsiság nem hagy nyugodni. A két gyermekedet milyen körülmények között szülted meg? Kórházban vagy bába segítségével otthon? Én otthon szültem bába segítségével, mert hogy ezt érzem én a magaménak, az én biztonságérzetem, és ezt szerettem volna már eddig is kihangosítani, hogy mindenkinek ott jó szülni, ahol biztonságban érzi magát. Nincs olyan, hogy az egyik vagy a másik helyszín a jobb. Mindenkinek a sajátját kell megtalálni. Én az otthon szülést választottam, bábák segítségével jöttek világra a gyermekeim, és nagyon-nagyon imádtam szülni. Annyira sokat adott a saját személyiség fejlődésemhez, a hivatásomhoz, hogy egy ajándék volt külön-külön mind a két gyermekem érkezése. Hát nagyon nagy szeretettel gratulálunk az év női példaképe Baranyában díjhoz, és az egész pályafutásodhoz, és köszönöm. További sok-sok ezer kisbabát. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önök Bóni Tünde független bábát hallhatták az elmúlt fél órában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!